Kérdés, mit tettem? Még Nobel-díjat sem kaptam, úgy emlékszem. De egy dologban jól tudom, nem tévedtem. Szívemben úgy döntöttem, minden percben. Minden nap áldom, áldom, áldom. Nem neved áldom, hogy jó vagy. Annyira várom, várom. Meglátni, ott fent egy nap. A túlterhelt a szívem, szinte fáj élnem. Egy mindig bevált motto jár a fejemben. Jézus minden lehetséges nevedben. Semmi sem állíthat meg. Áldom téged. Minden nap álom, áldom, áldom. Van neved, áldom, oly jó vagy. Várom, 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 arcod meglátni, ott fent egy nap. Antig is áldom, 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 nagy neved áldom, minden nap. Annyira várom, 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 arcod meglátni, ott fent egy nap. Érték, mi kegyelmetben végtelen. Az örömét, mit jelenlétem ad nekem. Az értem megnyert harcokért a kereszten. Ahogy a szívem dobban, egyre jobban, minden dalban áldom szenvedet. Hey, yeah, yeah. Jonathan, aki nem csak végig énekelte, hanem végig kardiozta ezt a három percet. Biztos nehéz lehetett. Feró, te hogy láttad? Jonathan, te egy rendkívül bátor ember vagy. Komolyan, ebben az országban, ha valaki kiejti a Jézust, akkor mindenki csinálja, jaj, ez valami vallásos csávó lehet. Te szívből csinálod, semmi modorosság benne, és elhiszem neked a produkcióból, hogy te tényleg szereted az Úristent. És de így van, ugye? És én annyira szeretném, hogy ott legyél a végső győzelemnél, persze, természetesen, de hát majd bele fog szólni ebbe, és aztán majd meglátjuk, hogy igaza van, vagy nincs, de én minden esetre gratulálok neki, hogy bátran, végre vallásos témát valaki felmerte dolgozni, mert mindannyian úgy nyúlunk hozzá, hogy jaj, nem, ebből csak megszólnak a... megszólnak. Jó? Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük, Misi! Fú. Az első sorod az, hogy gyorsan pereg az élet, kérdés, mit tettem? Te szerintem a legnagyobbat tettél. Ennyi ember előtt merted vállalni a hitedet. Kimerted mondani az Úr Jézus nevét. Dicsőíted őt. Ez az egyik legrizikósabb produkció szerintem idén a dalba. És te mégis fittyet hányva mindenre mentél előre, meneteltél. A közönség segítségével, vagy a mi segítségünkkel. Az a helyzet, hogy itt a dalban nem a te, nem az én, nem a menedzsered, nem a zenei producered érdemez, csak a jó Istené. Úgyhogy köszönöm neked az élményt. Köszönöm.
Mi is nagyon köszönjük. Hatalmas gratuláció, kérlek, fáradj a páholyba, ha gondolod, lépkedve vagy táncolva, amelyik jobban esik.